Sziasztok srácok és üdvözlök mindenkit ebben az újabb őslény bemutató videóban. Na kezdjünk is bele! A Sauroctonus, gyíkgyilkos, a gorgonopszia terapeuták egy kihalt nemzetsége, amely a középperm végén élt a mai Oroszország európai területén. Az első tatárföldön felfedezett kövületeket először 1938-ban tekintették a dél-afrikai Arctonyatus nemzetség egy új fajához tartozónak, az Aprogressus néven. A taxont 1940-ig jelölik így. Amikor is az Inostransevia nemzetségbe sorolják be, írta Ivan Jermov, mielőtt véglegesen besorolták egy külön nemzetségbe, amelyet Alexei Bistro állított fel 1955-ben. A Sauroctonus progressus legteljesebb ismert fosszíliái közé tartoznak a koponya és koponya utáni elemek, amelyek jelenleg mind Tatárországban találhatók. Ezek az elemek azt mutatják, hogy az állat meglehetősen közepes méretű gorgonopszia. A Tanzániában felsorolt, meglehetősen teljes maradványokat egy második fajnak, a Sauroctonus peringtoninak tulajdonították. Így ez a nemzetség az egyetlen ismert gorgonopszia, amely Afrikában és Oroszországban is élt. Azonban bebizonyosodott, hogy ez az asszimiláció téves, mert elsősorban felületes hasonlóságokon alapul. Így ez utóbbiak egy alaposabb vizsgálatra várnak a csoport többi képviselőjével való kapcsolat meghatározásához. Ezen kívül a 2018 óta publikált tanulmányok azt bizonyítják, hogy a Sauroctonus progressus az orosz gorgonopsziák csoportjába tartozik, a Suhogorgon, Pravoslavlevia és Inostransevia nemzetségek mellé, néhány közös koponya jellemző miatt. 1938-ban Alexandra Paulinovna Hartmann-Weinberg szovjet paleontológus leírta a gorgonopsziák fosszilis maradványait, amelyeket Tatárztánban, a mai Oroszország területén fedeztek fel. A dolgozatában leírt kövületek egyike egy hiányos, de jól megőrzött koponya, katalógus szám, 156-5. Hartmann-Weinberg úgy véli, hogy ez a példány a dél-afrikai Arctonyatus nemzetség egy új fajához tartozik, és Arctonyatus progressusnak nevezi. A progressus sajátos jelzője helytelenül nevezték el, mivel feltételezett morfológiai közelsége van a színodontokhoz, amelyeknek számos progresszív és emlősszerűbb tulajdonsága van, mint a többi gorgonopszia. Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a faj nem rokonabb ezekkel a színodontákkal, mint a többi gorgonopszia, és 1940-ben, mindössze két évvel cikkének megjelenése után, Hartmann-Weinberg egyik alkalmazottja. A neves Ivan Jermov átminősítette a taxon az orosz Inostransevia nemzetség új fajaként, Inostransevia progressus névre keresztelve. 1955-ben, az anyag elemzése után Alexei Bistrov külön nemzetséget javasolt a faj számára, amelyet Sauroctonusnak nevezett el, és a PIN-156-5 példányt jelölte meg a taxon lektotípusaként. Amely javaslat később gyorsan felismerhető lesz. A Sauroctonus nemzetség név az ógörög Sauros, Sauros, gyík, és kötonos, kötónos, gyilkos, vagy gyilkos, szóból származik. Szó szerint gyíkgyilkosnak nevezik, utalva annak húsevő étrendjére. Minden ismert példány a típuslelőhelyről származik, ahol az első ismert koponyát fedezték fel. Ezek között a kövületek között a PIN-156-6-os alakok maradnak meg, egy példány, amely egy zúzott koponyát, a koponya utáni csontváz előső részét és számos elszigetelt csontot tartalmaz. A Sauroctonus összes megerősített maradványát csak Oroszország területén jegyezték fel, és a Sauroctonus progressus fajhoz tartoznak, amelyet főként koponyaanyag képvisel. 1950-ben Friedrich von Huene német paleontológus a Skimnonyatus peringtoni faj képviselőjeként írt le egy viszonylag teljes csontvázat, amelyet a tanzániai Jūzili formációban fedeztek fel. Gipit, Re, 7113 néven nevezték el Francis Rex Perrington tiszteletére. 1970-ben a francia paleontológus újra azonosította a csontvázat. Denis Sigonyó Russell az Aeluronyatus példányaként. Átnevezve Aeluronyatus Perringtonira, 2007-ből való, hogy Eva 6. Gebauer paleontológus a Sauroctonus nemzetség afrikai képviselőjévé minősítette át, ezt az állítást 2014-ben ismét megerősítené. Ezt a hovatartozást azonban 2018-ban formálisan elutasították, mivel a koponya anatómiai tulajdonságokon alapuló új osztályozások azt mutatják,
hogy a származtatott gorgonopsziákat két orosz és afrikai eredetű kládra osztják, így a GBIT-re 7113 incertájsedisz marad az utóbbi csoporton belül. Más példányokat is tulajdonítottak ennek a fajnak. De konkrét hovatartozást a mai napig nem dolgoztak ki. Például a jól megőrzött, Sampkák 10.034 katalógusba sorolt koponyára, amelyet röviden említenek egy. A nem emlős szinapszidák éjszakai látásával foglalkozó tanulmányban, Sauroctonus cf. Peringtoni. A Sauroctonus koponyája 23 cm hosszú, ami arra utal, hogy közepes méretű gorgonopsziának kell lennie. A koponya hátul keskeny, kis pályákkal. A halánték fossza megnyúlt, a koponya ívek keskenyek, a fogcsont közepesen magas. Akár csak viatkogorgonban, a Sauroctonusnak is nagy a palatális gumója. Sok foga van, a csontok rosszul formáztak, és a metszőfogak csak valamivel nagyobbak, mint a szemfog utáni fogak. A maxilláris csontokon 4-6 utószemfog is található. A Sauroctonus rendszertani helyzete az évtizedek során sokszor változott. 1974-ben Leonid Petrovics Tatarinov orosz paleontológus a Sauroctonust a Gorgonopsidae családba és a Cinariopineae családba sorolta különböző afrikai nemzetségek mellé, mint például a Cinariops. Scilecognathus vagy Scilecops. Egy 1989-ben megjelent könyvében Sigonyú Russell gorgonopsziaként hagyja el Sauroctonust, akinek az elhelyezkedése nincs meghatározva. Mihail Ivaknenko továbbra is minősíti a Sauroctonust a gorgonopszidén belül 2003-ban, anélkül, hogy bármelyik altaxonhoz rendelték volna. 2007-es dolgozatában Gebauer a Sauroctonust egy bazális gorgonopszidaénak tartja. Ezek az ismétlődő besorolási változások a Sauroctonust bizonytalan helyzetbe hozták a gorgonopsziák között. Egyesek az afrikai nemzetségekhez közelinek tekintik, míg mások saját jogán egy nemzetséghez tartozónak tartják. Christian Kammerer és Vladimir Meziutin paleontológusok 2018-tól kezdve véglegesen átsorolják a Sauroctonust az orosz gorgonopsziák egy csoportjába, az Inostransevia. Pravoszlav Levia és Suhogorgon nemzetségekhez, különösen bizonyos közös koponya jellemzők, pontosabban a Pteraigoid és a Pterivomer közötti szoros kapcsolat miatt. Ezt a besorolást azonnal követik a következő tanulmányok. A gorgonopsziák egyik legismertebb jellemzője a hosszú, kardszerű szemfogak jelenléte a felső és az alsó állkapcson. Egy 2020-ban közzétett tanulmány azt mutatja, hogy számos, hasonló morfológiájú őskori ragadozónak különböző lehetséges zsákmányolási technikái voltak. A gorgonopsziák közül a Sauroctonus állkapcsa szűkült, ellentétben a szorosan kapcsolódó Inostranseviával. Ami azt jelzi, hogy nem lett volna olyan specializálódott a vadászatra, mint a csoport többi képviselője. A Sauroctonus progressus a Tatárköztársaságban. Oroszország európai részének északkeleti részén található Jomin szakadékról ismert. Ezt az 1938-ban felfedezett és a középső perm, Kapitánia, végéről származó fosszilis lelőhelyet főleg agyagok és iszapok képviselik, finom polimiktikus homokkő rétegekkel. Amelyek tetrapodák kövületeit tartalmazzák, amelyeket elszigetelt csontok és töredékes csontvázak képviselnek. Valamint ritka flóra maradványok. A Sauroctonus progressuson kívül a területen azonosított fő tetrapodák közé tartozik az Idelesaurus disinodont terapeuta. Reptiliomorph Croniosuchus, a Temnospondyl dinosaurus, sőt a sauropszidák is. Köztük a Parejasaurus Scutosaurus és az Archosaurifomeurosaurus. A lelőhely jellemzi az Oroszországban eddig felfedezett teriodonták faunájának fejlődésének kezdeti szakaszait. A Wörthian idején a dinokefaliákból és a kapcsolódó tetrapodákból álló fauna egy környezeti válság következtében eltűnt. A kapitányi korszak kezdetén Kelet-Európában a tetrapodák taxonómiai változatossága meglehetősen alacsony volt, a nagy szárazföldi és vízifajok hiányoznak. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy Kelet-Európa korai kapitányi lelőhelyeiből hiányoznak a tetrapodák. A korai Wukiapink korszakban létrejött új nagy fauna szövetség, amely Gondvánából kivándorolt taxonokból áll. A Jomin szakadékon belül Gondvána állatvilágát a dicinodonták, a parejaszauruszok és a gorgonopsziák képviselik. A Gondvánára jellemző tetrapodák nagyszámú előfordulása Oroszország kapitányi és Wukiapingi lelőhelyein a Gondvánával és Eurázsiával való új kapcsolatról tanúskodik.
amelyet a Tetis-óceán visszafejlődése okozott a Guadalupe végén. Hát ez ennyi volt, remélem tetszett. Ha igen, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, addig is csőztök!